Vízilabda tudását már korábban megismerhette az ország, de többször láthattuk, hogy a konyhában is igen otthonosan mozog Tóth Márton. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt de hát kívánok. azért persze inkább a vízben, ugye Európa Bajnok érzéstérmes vagy, és, és hát tegnap este pedig egy döntetlent játszottatok az egerrel, ami hát nagyon, úgy tűnt, hogy ebből akár több is lehet. Volt ugye három gólos vezetés, és úgyhogy nem tudom, hogy ez most elégedettségre ad okot, vagy inkább pont nem. Egyfelől csalódottak vagyunk, uh -huh. mert szerettünk volna veretlenül alapszakaszgyőztesek lenni, uh -huh. másfelől pedig itt adom meg a választ arra is, hogy valószínűleg alapszakasz győztesek leszünk evel a döntetlennel is. És úgyhogy előre. örülünk ennek mi ennek a győzelemnek, de hát a mérkőzés tényleg úgy alakult, hogy a kezünkben volt sokáig, három gólal is vezettünk, de a védekezésünk a blokkok nem álltak össze, úgyhogy ezt támadású pedig nem tudtuk most kompenzálni. Úgyhogy ennek eredményeképpen szerintem egy igazságos döntetlen született. Uh -huh. És kell -e akkor ebből valami következetés levonni most a továbbiakban majd a rájátszásra? Hát ha abból indulunk ki, hogy Dubravinkban kikaptunk itt döntetlen, akkor újra jó széria elé nézünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó formában vagyunk. De jó, csak az nem mindig egy csima, egy fordítat azért. Természetesen, igen. Ez nem mindig így van, de uh -huh. én azt gondolom, hogy messze menő következtetést ezt nem kell, levonni, nem, nem kell ebből levonni. De tény és való, hogy az Eger az egy olyan komoly ellenfél, aki ellen ilyen parázs mérkőzéseket lehet vívni. Ez a vízilabda szurkolók számára nagyon jó, mi pedig nagyon jól fel tudunk ebből készülni, és ezeken a mérkőzéseken tudunk a legtöbbet tanulni. Jó, hát ugye azért itt a, a csatornán is látható különféle, mondjuk a promóciós filmekben is elhangzik, és azt gondolom, hogy miért hangozhat el az a jelző, hogy ezért ez a világ legjobb bajnoksága per pillanat. Ezt benne játszva, külföldi tapasztalatokkal a hátad mögött, ez, ez azt gondolod, hogy túlzás nélkül jelenthető? Szerintem a világ legjobb bajnokság ebben a pillanatban. Ugye nemrég nyilatkozta az Benedek Tibor kapitány, hogy az határozza meg a bajnokságot, hogy a klubcsapataik nemzetközi porondon hogy szerepelnek. Uh -huh. Hát azt gondolom, hogy a Eger Assze második a csoportjában, mi most pont azonossággal második-harmadikok vagyunk, úgyhogy ennél jobb szereplés nem kell, két magyar csapat ott van a BL csoportkörben, Úgyhogy ez meg is mutatja a bajnokság erejét. Emellett azért nagyon jó más csapatok is vannak, az OSC, a Honvéd, a Fradi. Úgyhogy tényleg egy erős mezőny alakult ki. Hát a rájátszás az nagyon izgalmas lesz. Uh -huh. Pont azért kérdezem, mert nyilván ugye a Nemzetközi Porondon egy klubcsapatnak a megméretetés, hogy Benedek Tibor fogalmazott, ugye az a, az a sinor mérték. De azért az, hogy a bajnokságon belül is, ahogy te magad is fogalmaztál, hány csapat és mennyire alkalmas arra, hogy parázs és szórakoztató mérkőzéseket vívjon, azért valahol ez is szerintem egy mértéke, nem? Egy bajnokság minőségének. Igen, és most itt azt gondolom, hogy három csapat biztos, hogy nagyon szoros meccseket hív, az, ugye az első négy, első négy lévő három csapatról beszélek, a, a Szolnok Eger és az OSC, és hát az utána lévő elég, egy kicsit tágabb Mennyiségben, tehát négytől hétig ott pedig szintén elvehetnek pontokat egymástól. Úgyhogy kicsit így úgy mondom, hogy ketté szakad a bajnokság, de az első háromnak is oda kell figyelni, hogy mondjuk idegenben mit játszik a Hátrép csapatokkal. Abszolút így igaz. Na jó, hát azért persze feladat lesz bőven, koncentráció kell, sőt, most jön a Isten igazából, ugye a szezonnak az a része minden nemzetközi pornóban, mint pedig a hazain, amikor igazán oda kell tenni magatokat, tehát közben azért nem árt, ha az ember készíti a testét, lelkét, fizikumát. Hát ugye a testét hogy készíti, ugye az elsősorban nem mindegy, hogy mit visz be. Ez több, több tekintetben is igaz, legyen ez akár táplálék kiegészítés, vagy legyen maga a táplálék. Hát azt láttuk, hogyha ha lazac költeményeket kell készíti, a otthon, vagy, de nem csak abban. Mennyire van időd ilyen, ilyen feszített tempó mellett arra, hogy azért a finom falatok szórakoztatók is legyenek számodra? Igen, hát nem áll eszem tőle tőlem a konyha, Igen, nagyon szeretek láttuk. ott lenni, és ö, ö, mindig is tudatosan étkeztem, de talán amikor a világbajnoki csapatban nem kerültem be, akkor jött bennem egy ilyen váltáskényszer úgymond, amit én elhatároztam, hogy még egy dologban mindenképpen előre kell lépni, ez pedig a táplálkozás, úgyhogy dietetikus segítségével elkezdtem tudatosabban ö, étkezni, ez 2013 szeptembere óta van, uh -huh. és hát azóta élvezem is a Biotek usa a támogatását, és ö, tisztában vagyok avval, hogy hogy ö, amit ugye megeszem, ö, főleg ezekben a téli időszakokban, annak ugye a vitamin, meg rost, meg egyéb tartalma az, az nem feltétlenül ugyanolyan, mint amit mondjuk nyáron eszem, és ezért ilyenkor azért nagy hangsúlyt kapnak ezek a táplálékiegészítők. De, de itt tényleg a kiegészítő szó van a hangsúly, mert, az idei rendszeresen járó piacra. <laughs> <henteshez. gül> ja, ide jó, végre tehát, ezt hallom. Én is tehát, piacra járó vagyok, nagyon jó. <laughs> tehát én, ebben hiszek igazán, <gül> hogy, <gül> hogy, hogy, ezeket a friss élelmiszereket vigyem be a szervezetembe, és a többi az tényleg csak a kiegészítés gyanánt, ugye izmot növelni, vagy immunrendszert <laughs> hát, igen, ha már piacra járó vagyok, akkor gondolom, hogy te is azt a szemületet vallod, hogy szezonális dolgokat kell Igen. fogyasztani. Ugye, mert az ember egyébként mehetne akár fóliázott dolgokért is a különféle ilyen olyan fagyasztóládákhoz. E, ilyenkor télen mennyire koncentrálsz arra, hogy, hogy már, ami persze a téli szezonban elérhető, azért az is hasznos. Hát azért ilyenkor alatt, is, mondjuk. ilyenkor is azért nagyon sok és úgymond friss Uh -huh. zöldség, egy gyümölcsöt lehet fogyasztani. Ugye van egy olyan mondás, hogy azon a legjobb, hogyha 50 km-es körzetbe teremnének, és azokat ennénk meg, mert az nem utazná át a félvilágot. Igen. Ilyenkor talán a, a gyökeres zöldségek, tehát ilyen cékla, uh -huh. sárga répa, fehér répa, nagyon szeretem a sütőtöket, azt rendszeresen fogyasztom, úgyhogy Igen. ezekre megyek inkább rá, és akkor természet, természetesen a citrusfélékkel, banán, tehát a banánnal a citrusfélékkel kiegészítem ezt, vagy... Meghető, hát az almának ugye korlátlan. Igen, igen, alma az. Korlátan. De hát mondjuk például a spárgát, amit nagyon szeretek, azt arra még várni kell. Igen, az majd a tavaszi primőrben, ha minden igaz, minden igaz érkezik. Húsféleségek szempontjából, ugye ez látható volt itt, amit azt a csodát, amit itt ide voltál nekünk a karácsonyi asztal időszakában, hogy abban éppen a lazacon volt a hangsúly. Tehát mennyire figyelsz arra, hogy azért egy ilyen izomzatnak a szinten tartásában bizony a fehérjepótlás nagyon fontos, és, és minden ezzel, ezzel, hogy mondjam, ellen ellenkező vélekedés, azt gondolom, butaság, igenis kell, és plán az állati eredetű fehérje. Erre nagyon odafigyelek, de hát azért ebből a szempontból egy kicsit unalmas az étrendem, mert ugye a könnyű húsokat részesítem erőnyben, mm. ez pedig a csirke és a pulyka, mm -hmm. mert nem szeretném azt, hogy nagyon sok energiát emészem fel, azt, hogy én azt megemészem, amit megeszek, tehát akkor nem tudok pihenni. Pedig egy marhaszték azért nagyon jó. Igen, tud de et, és akkor itt, ebből kifolyólag azért én minden héten egyszer eszem marhasztéket, ami egy igen kiadós adag, és, ha, és minden héten eszem halat is. Tehát Aha. ugye ez a három összetevő, talán a, a sertéshúst hiszem leginkább háttérbe, uh -huh. de, de hát az, annak is az jön az ideje. Tehát én ilyen büntetőnapokat azért tartok, hogy az izlelő bimboim azért az, kinyíljanak az és azoknak megmaradjanak. Nem, azoknak nem büntető nap az ugye első, az akkor igen, a kifejezetten kényeztető nap. Úgyhogy, de mondom, a, lazacot, a halat, mindenféle halat, azt nagyon szeretek és nagyon sokat eszem, de, de tényleg ami, ami a napi fogyasztás és húsfogyasztás, az elsősorban a csirke és a pulyka. Uh -huh. És hát, hogy ez ne legyen. Ott is na... a szárazabb részek, a mell, főleg, vagy az Nem, mert comb, igen, de uh -huh. itt, 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 jön előtérbe az, hogy, hogy ő szeretek a konyhában lenni, és akkor ezeknek a variációit én nem Ezt akarom kérdezni, hogy ugye itt nem. Minden... nem teszem annyira unalmassal a csirkét és a pulykát. Igen, hát a szörnyű lehet, amikor fitness versenyzőket faggatok, itt valam szemben, és szokták mondani, hogy csirke és rizs, tehát ebben meg lehet hűlni. <laughs> egy idő után, és egy borzasztó szár lehet, nekik nyilván más a céljuk, tehát ők a látványra hajtanak, ti meg a hasznos, hasznos izomzatra, és nekem is ilyen szempontból egy picit azt gondolom, hogy ennek az építése az a nagyon fontos. Na de az eljárások minősége, ugye ma már a főzési technikák minősége, azt gondolom nagyon sokat számít egy étel végeredményét tekintve, hogy hogyan, milyen folyamatokon megy keresztül, hogy lehetőség szerint kerüljük az olajban, zsírban, egy ebbekben kisütést, hanem, hanem vannak sokkal humánosabb, tehát az tehát alapanyag megőrzése szempontjából mindenképpen jobb megoldások, ezek közül mit választasz szívesen? Igen, hát én itt szoktam csalni, Na. mert ugye mai, mai sportáplálkozás azt mondja, hogy próbáljunk kókusz zsíron sütni hmm. valamit, amit mondjuk én elkezdek kókusz mondjuk egy csirkét megsütni, de azért egy kanál vaj a végén ott van, és akkor Aha. avval locsolom, hogy azért szaftosabb Megértelek, legyen, azért. De, de ilyenkor avval kompenzálom, hogy mondjuk 10 percet edzés után még ott maradok, plusz munkát végzek, és akkor ugyanazt az egy kanál vajatladolgozom. Igen, azt az egy kanál vajat, úgyhogy ami egészséges, az nem biztos, hogy kulináris élvezetet nyújt, de de én azt gondolom, hogy olykor bele lehet vinni ezeket hogy a lehet dolgokat. Kombinálni lehet kombinálni a kettőt. lehet, nem. és szerintem annyira hosszú egy szezon, meg annyira hosszú úgymond egy sportolónak egy hét is, a monoton hétköznapok, hogy, hogy kell a változatosság, és szerintem ezt a, az életnek ezt az örömforrását, ami a gasztronómia nyújt, azt nem szabad azért teljesen elvetni attól még, hogy én sportolok. Hát sőt, hát sőt, mint több, azt mondom, az mondom, azért élet egyik legfontosabb, legfontosabb, része, hogy azért az, az ne csak szolgálja a tested, hanem az élvezetes is legyen. Egyébként még egyszer a folyamatok tekintetében inkább a párolás, inkább a grillezés, gondolom, hogy az olajban sütés, és ö... azért az... Lehetőség Na, szerint kerülöd. Igen. Tehát én még a párolást is kerülöm. Uh -huh. Tehát én inkább sütök, sütök. mondjuk ha kár száraz és uh -huh. akkor egy pörzsanyag keletkezik a zöldségen, ami egy külön ízt Mert ugye bármilyen hőhatás éri a zöldséget, akkor veszít a értékéből. Úgyhogy emiatt a párolást azt, azt inkább kerülöm, meg a vízben kifőzést, meg ilyesmi dolgokat. Nagyon sokszor eszem nyers zöldséget. Tehát én például a brokkolit is nyersen eszem. Uh -huh. Néha megsütöm, de de, de, azt is. Azt mondják, azt, hogy ez az, az emésztő rendszer seprője Igen, hát a tehát brokoli. hogy is nagyon sok nyers zöldséget eszem, és emellett pedig próbálom mondom ezeket a technikákat alkalmazni, amivel a zöldségnek a textúráját megtartom, a vitaminjait, rostjait megtartom, de, de mégis azért finom lesz és élvezetet nyújt. Na mi a helyzet, ha, ha ugye a mediterrán nézek, az teljesen egyértelmű, hogy a, nyilván a személyes tapasztalatból a tudóan is előnybe részesített. Távol-kelet iránya? Vagy Na erre szeretnék nyitni. Na, Lajos. Úgyhogy ez a következő, e, ugye e téren ezen a hobbi főzéstéren. Tudnám, hogy ez a igen. egyébként ebbe a hobbi téren ebbe szeretnék én nyitni, mert itt azért nagy hiányosságai vannak, pedig nagyon egészségesen étkeznek keleten is. Bizony. Hát nem kell, elég messze kell menni, de mondjuk Japánban a sushi az, az világhírű. És, és hát azt, csak minden más és az, nagyon igen, igen, és ott is ugye nyers dolgokat eszünk, és mindig ami nyers, az a legegészségesebb, úgyhogy. Jó lenne elfelé nyitni. Egyébként van egy ilyen kétnapos gyors talpalószusi végzettségem, de azért. <laughs> most szóval itt feltekerni már tudsz? De, de mondom, az túl nagy munka, tehát egyszerűbb akkor azt szerintem rendelni, uh -huh. de nagyon szívesen megtanulnám az indiai konyhát, a tájkonyhát, úgyhogy ezek szintén érdekelnek, de hát azért vannak most nagyobb célok, mint most mondjuk egy tomkagály elkészíteni. Tehát, <laughs> Erre a szezonra is, azok nem kifejezetten a tűzhely mellett. Nem, nem, nem. Úgyhogy úgy, a vízilabda nem. az első, és akkor emellett persze tájékozom. Jó, rendben. Hát amikor a következő, hogy úgy mondjam, tájrész vagy földrész konyhájában egy picit otthonosabb leszel, akkor szívesen meglátogatunk megint. Ha valami távol keletét főzöl, akkor nekem szólj, akkor én kísérlek legközelebb, nem a kolléga, nem, jó? Fembes. Sok sikert persze a szezonra. Az Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen, itt lettem.